Bővült a létszám a Nyíregyházi Állatpark Madagaszkár kifutójában. Gyűrűs farkuma, ki vagy másik nevén katta született. A csöpség kék szemmel látta meg a napvilágot, ám most már szivárványhártyája a felnőttekéhez hasonlóan ragyogó sárga színűvé vált. Öt hónapos koráig anyateljel táplálkozik, de két hónapos korától már gyümölcsökből és zöldségekből is szemezget majd. A gyűrűs farkú makik szociális struktúrája egyedülálló az emlősök körében, hiszen az összes nőstény domináns a hímekkel szemben. Ráadásul a nősténynek született most legutóbb kölyke, így ez az apróság még több kegyben részesülhet. A kattamamáknak igazán nagy szerencséje van, hiszen dajkodat szövetségben élnek egymással, ami azt jelenti, hogy ha kicsit pihenésre vágynak, akkor átveszik egymástól a kölykeiket, tudnak mosakodni és enni, addig a másik anyag figyel az ő gyermekükre is. A Madagaszkár című animációs filmből ismert állatok könnyen felismerhetőek hosszú, gyűrűs mintázatú farkukról, amelyet járás közben magasra emelnek. Madagaszkár déli és délnyugati részén fekvő erdőkben honosak, s a többi makihoz képest sokat tartózkodnak a talajon. Bár vadon élő létszámuk nem ismert, azonban mint Madagaszkár teljes élővilágát, élőhelyük elvesztése fenyegeti. Élőhelyük feldarabolódása miatt az egyes populációk elszigetelődnek egymástól, így genetikai állományuk erőteljesen lecsökkenhet, valamint nőhet a beltenyészet mértéke is. Emellett egyes területeken a vadászat is csökkenti állományukat, valamint gyakran fogják be őket és tartják házi kedvencként.